Ez a saját zenekaromnak a koncertje, illetve hát az én koncertem a Bogi produkciót fogjátok hallani. Amit hallani fogtok ma este, az a saját albumomnak az anyaga igazából, ami csak saját dalokat tartalmaz, úgyhogy angolul, franciául és magyarul is fogok énekelni. Parfümök százai, virágok álmai, édes kis kesernyés, méz édes felejtés, rózsa és leander, karcsú kis üveggel, OLK-bit. Ez lesz az első koncert, amióta történt ez a videóklippes őrület körülöttem, úgyhogy nagyon izgulok, meg kíváncsi vagyok, hogy mit fognak szólni élőben hozzá az emberek. Digitális eladások alapján számítják ki a Billboard listára való felkerülést, és hát ott a világzene listán harmadik voltam, World Music kategóriában, Jazz kategóriában meg 17. Abszolút érzek korosztályos nyitást, mert például a saját Facebook oldalamon, amit én kezelek, ez a Bogi Official, oda rendszeresen kapok a világ még mindig minden tájáról, tinédzserektől is üzenetet, amilyen tök meglepő, mert eddig az én koncertjeimre nem nagyon jártak 16-17 évesek, hanem inkább ez a 25 és a fölöttiek, de ennek tök örülök. Tapasztalom, hogy van némi átfedés a... Én úgy hívom, hogy a kislány Bogi, mert ő azért mégiscsak egy 16 éves kislány még az én szememben, és ezt például úgy tapasztalom, hogy sokszor írták nekem, hogy drukkolunk az Eurovízión, és akkor erre mindig írtam, hogy de hát ez nem is én vagyok, meg akkor belinkeltem őt, hogy ő az. Tehát ilyen szempontból tapasztalok átfedést, de aztán mindig tisztázom. Én teljesen máshogy írom ezt a Bogit, ugye én nem magyarul írom le, hanem úgy, ahogy mondjuk egy francia, meg egy angol is ki tudja ejteni, úgyhogy hát így a külföldi közönséget ez abszolút nem zavarja, ez Magyarországon okoz egyedül egy kis kavar, de majd szerintem ez egyre jobban széllyel fog válni.